Szeretlek, gazdém, írta Kalmár Marian. Előszó. Szerelmes voltam, de nagyon. De a távolság hatalmas volt. Csak havonta egyszer tudtam Gézával találkozni, az ő kis falujában, csendes réten. Szerette a macskákat, ahogy én is. Így mikor utolsó levelét megkaptam, melyben a távolság miatt szakít velem, fájdalmamban macskává változtam, és útnak indultam hozzá. Megismerkedésünk. Macskaként bár gyorsabban mozogtam, de stoppolni nem tudtam. Ki kell eszelnem valamit, mert így az én kis városomat sem fogom tudni elhagyni. Amíg ez járt a fejemben, eszembe jutott göndörbarna haja, szép zöld szeme, barátságos mosolya, és az, hogyan is ismerkedtünk meg. Egy fesztiválon voltam, mikor WC-re rohantam, és egy fiatal férfiba ütköztem. Elnézést kértem, és rámosolyogtam. Ő visszamosolygott, de én mentem tovább a dolgomra, már nagyon kellett. Másnap újra összeütköztünk, ezúttal ő ütközött belém. Újabb mosolygás, és beszélgetni kezdtünk. Hideg van, de nem fázok. A nagy szőreim megvédenek, és tavasz van amúgy is. Egy macskának ennyit ki kell bírni. Na de merre? Hogyan jutok el? Aztán eszembe jutott valami. A busz. Na de... Merre? Nem az a busz. És akkor jött. Felugrok egy buszra, ami fél óra múlva indul. Sikerült. Szerencsére kevesen utaztak, így el tudtam bírni. De vajon meddig, és mi lesz, ha észreveszünk? A stoppoló cica. Talán négy megállót mehettünk, mikor valaki észrevett, és szólt a sofőrnek. Kiraktak az utcára. Sötét volt. Nem tudtam, hol vagyok, csak azt tudtam, meg kell találnom, mennem kell. Ugyanakkor magamra is vigyáznom kell, vagy hogy épp bőrrel megúsztam. Tárótok suhantak el mellettem, felnyávogtam. Erdőt láttam, és egy nő stoppolt, oda mentem hozzá, nyávogtam. Hát, ha megsajnál, és elvisz. Közelem mentem hozzá, és teljes tüdőből nyávogtam, vagy sündörögtem. Szerencsém volt, nem rugott belém, nem dobált meg, mint egy korábbi ember az úton. Valami idióta megdobott egy sörös flakonnal. Ez a nő kedves volt. Megsimogatott, és kérdezte. Te is éjszak felé tartasz? Mondtam, miáú. A lány Géza testvérére emlékeztetett, aki egy kedves, cserfes teremtmény. Hiányzik ő is, meg Géza is. Az a levél nem lehet igaz, hiszen egész családja, sőt, Géza is szeretett. Sőt, szeret, imád. Nem volt tovább idő gondolkozni, mert egy autó megállt. A sorozatgyilkos és az első csók. Már egy órája úton, mikor észrevettem, hogy néha a lányra pillant kélyesen Tibi, aki vezetett. Egyszer csak arról kezdte Katát a stoppoló lányt kérdezni, hogy volt-e már fiúval. A lány elpirult, és nem válaszolt. Simogatta Kata a buksimat közben az ölében. Tovább faggatta a lányt, na és csókolóztál már, kérdezte. Én meg egyre idegesebb lettem. Eszembe jutott, hogy mennyire sok a rossz ember, akik kihasználják a gyanútlan fiatal lányokat. Éppen kávét ittam, mikor a rádióban egy fiatal lány megerőszakolt. Hulláját találták meg. Azért emlékszem ilyen élesen a hírre, mert az a nap volt megveszélve az első igazi randevunk Gézával. Tehát arra a napra.
Erre a rádióban erről beszéltek, meg hogy több lányt is megerőszakoltak az elmúlt évben, és egy se élte túl. El se akartam menni a randira. Annyira beparáztam. Jó, nem gondoltam, hogy sorozatgyilkos, de valahogy mégis féltem. Erőt vettem végül, és elmentem a randira. 20 évesen már nem szabadna mindentől félnem. A randi jól alakult, és bár én várni akartam, de vonzalom nagyobb volt, és a randi végén elcsattant az első csók, melyre mindig emlékezni fogok. Csak hogy míg ez járt a fejemben, láttam, hogy Tibi taperolni kezdi Katát, gyorsan ráugrottam, és szétkarmoltam az arcát. Ekkor fékcsikorgás, és kirakott mind a kettőnket. Szájából szitkok kíséretében. Nem tudom, ő volt-e a sorozatgyilkos, de ma egy lánnyal kevesebb az áldozat. Éhes macska nem válogat? Sétálni kezdtünk, már nagyon sötét volt. A lány sírva szorított magához. Tudod, cica, ennél van rosszabb is. Ha idegenek bántanak, az kevésbé fáj, mintha egy családtagod. Sajnáltam, de nem tudtam segíteni. Egyfolytában az járt a fejemben, vajon mi történhetett ezzel a lánnyal. Most egymásra vagyunk utalva, de éreztem, hogy ő is vigyázni akar rám, ahogy én rá. Tudtam, ez egy szövetség kezdete. Addig mentünk, míg egy busz váróhoz nem értünk. Ott leültünk, és a holdat néztem, de aztán megkorgott a gyomrom. Hiába minden erre, egy árva egér sincs. Ez a gondolat kicsit megrázott. Enni fogok egeret, húst? De hát a húsevés gyilkosság. Egy ártatlan kis egeret? De a gyomrom hadakozott az elmémmel. És a kis úti társam valószínűleg ezt észrevehette, és azt mondta, én is kezdek éhes lenni, megnézem a táskámat, hát ha lelek valamit, mázli. Találtam egy túrórudit, de cica, tudom inkább egeret ennél, de mit szólnál egy túrórudi feléhez? Annyira boldog voltam. Akkor már biztos voltam benne. Ez nem szövetség, ez egy barátság kezdete, és ma sem leszek gyilkos. És megígérem, macska létem alatt se eszek húst, már ha tehetem. Egyrészt szeretem, védem az állatokat, másrészt olvastam, hogy sok betegség okozója a mértéktelen húsevés. Régen ettem húst, tudatlan és nem törődöm voltam, de sok mindenre rájöttem, amikor kb. 10 évvel ezelőtt megismertem Katát, az a lány is állatszerető volt, mint a mostani csavargó útitársam. Katát a zeneiskolában ismertem meg. Egy szolfés csoportba jártunk, és csak mesélt és mesélt, főleg a macskáiról, az állatvédelemről. Biztos mindenki életében van ilyen személy, aki felnyitja a szemét, és ez volt nekem Kata. Talán ezért is annyira szimpatikus ez a lány, mert egy igazi állatbarát. Buszozás és a sötét emlékek. Felszálltunk egy buszra, néztem kifelé, és nekem az a nyár jutott eszembe, amikor elment az eszem. Miért fontos ez a fiú ennyire számomra? Talán azért, mert ő a minden számomra. Csak ő tud a családomon kívül, mi történt, és teljesen elfogadta sötét múltamat. Megjártam a kórházat. Megismerkedésünkkor már jól voltam, de ő elfogadott így, sőt szeret. Mi van, ha ezt, hogy macska lettem, csak képzelem, nem hiszem. Ebben a pillanatban megérkeztünk egy településre, és leszálltunk. Anyám és én. Más kiskoromban volt macskám. A legkedvesebb cicámat úgy hívták Tigris, amit anyutól kaptam. Nagyon aranyos, barátságos cica volt. Ha szomorú voltam, mindig mellém bújt, és dorombolt. De most én vagyok a cica, és Kata a szomorú lány. Teste meleg volt, parfüme és kicsit édeskés, vaníliás. Jól esett hozzá bújnom. Erről az illatról édesanyám vaníliás kalácsa jutott eszembe. Szerettem a házi vaníliás kalácsot,
amit készített minden hétvégén. Ő volt, aki Gézával való kapcsolatomat mindig támogatta. Anyám mindig vigyázott rám. Sajnos már rég nincs közöttünk, pedig rossz időkben is volt valami hasznos tanácsa. Úgy éreztem, segítenem kell Katán, de csak dorombolni tudtam. Megérkeztem a B-be. Legbelül még kisfiú volt, és a nőkben az édesanyja szeretetét kereste. De amikor szeretetet kapott, úgy érezte, ezt ő nem érdemli meg, és szerintem velem is ezért szakíthatott. Sajnos hiába nősült újra az apja, a mostohája nem tudta soha pótolni elhunyt édesanyját. És bennem is őt kereshette. Tudom, nem pótolhatja senki az anyját, de nem hagyom, hogy eldobja a szerelmünket. Én megtöröm ezt a rémes ördögi kört, és újra egy pár, egy család leszünk. Már nem sokára ott is leszek, és minden jó lesz. De mire tovább gondolhattam volna, úgy éreztem, kupán csaptak. Rémes dolog történt. Már egy új lányjal jár, mondja a szomszédasszony a fiának a piacon. Nem akartam elhinni. Ilyen nincs, biztos nem róla van szó. Sietve szedtem négy lábamat, és megláttam egy ismerős lányt. Az egykori utitársamat Katát a kertjében. Mi történik itt, nem értem, és minden elhomályosult. Ember lettem újra. Az utazást egy szerelem miatt kezdtem el, legalábbis azt hittem. De rengeteg dolgot tanultam, láttam az emberekről, és főképpen magamról. Mennyire vágyok a szerelemre, de leginkább a szeretetre, hogy végre annak fogadjon el valaki, aki vagyok. És már macska voltam, de mégis szeretetet kaptam. Talán ezért szakad meg a szívem, mert nem csak a szerelmem csalt meg, hanem a gazdám is, az utitársam is elhagyott. Emlékszem, az úton sok kalandba volt részünk, de akkor miért? Nem vagyok pszichológus, csak egy macska. Akarom mondani egy lány, de annyit tudok. Feladni az emberi életet egy férfiért se szabad. Se bánatból cselekedni nagyon nem jó. Most, hogy újra ember lettem, most mi lesz? Nem tudtam. De egyet tudok, magamat is szeretnem kell, mert más nem fog. Legalábbis addig nem. Még nem szeretem úgy magamat, hogy ne érdekeljen, ki fog még szeretni.